Sziasztok, én Robi vagyok, és egy rettentő fontos kérdéssel indítanám ezt a videót. Veletek már volt olyan, hogy miközben ettétek békésen a kis pizzátokat, az meg akart titeket támadni, és meg akart harapni. Nem? Ez felettébb érdekes, képzeljétek el egyébként még velem sem. No, de a most következő videónkban elvileg még ez is lesz, hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és akkor ne is húzzuk az időt, hanem egyből már kezdjünk is bele, és nézzük is ezt az összeállításunkat, amelynek ez a címe, hogy micsoda, hát mi történt azzal a pizzával? De ne csináljátok már, hogy ez a videó után majd, még a pizzáktól is félni fogunk, és itt lesz ám igazából a leges, legdurvább bowling baki is. És most olyan pillanatokat fogunk megtekinteni, amelyektől le fog esni az állunk. Hát kíváncsian várom. Ez a fóka elkezdett ott reppelni meg minden, vagy mégis... Mizu, fúj! Ez ki az, aki megveszi magának otthonra? Bár amúgy egy hasonló cuccot a napokban rendeltem én is. Majd hamarosan látni fogjátok úgyis. Na ez aztán nem volt a legeslegjobb ötlet, kedves cicus! Csóri! Na figyeljetek, a macskáknak rengeteg életjük van. És neki egyszerűen nem esett semmi baja. Hogyan tudod ülve elaludni? De hát na, kifáradt szegény. Elfáradt bizony a ház őrzésében. Mi ez az outfit? Ennek a hóembernek pedig miért van ilyen méretes fenekje? Ki az az ember, aki így ennyire unatkozik, hogy jaj, csináljunk már egy hóembert a kocsimra. De ilyenkor amúgy mi van, hogyha egy madár lop a boltból? Hát a madarat tudtom, ma nem fogják tudni megbüntetni. De ez amúgy a 200-as IQ. Taníts be madarakat, és akkor csinálj belőlük egy hatalmas nagy bűnszervezetet, és akkor nem kapnak el senkit. Nehogy valaki megcsinálja téged, el fognak kapni. Nagyon is elfognak! Miből van ez a szekrény? Papírból, hogy így szétesett? Pedig azért a terve egyszerűen hibátlan volt, hogy ők majd megoldják, nem kell ide kocsi. Simán motorral is elfogják. Vinni azt a szekrényt. Mennyire el van rejtve ez a hűtő. Hát na, az értékes alkoholt ő már csak ott tartja. Mennyire flegma az, amikor egy ilyen kocsival vonalra állsz. Hát na, nem szeretnéd, hogy a hatalmas nagy értékes kocsidat meghúzzák. Miért? Pedig mennyire be volt lelkesedve. Van egy olyan érzetem, hogy ezután nem sokat volt a konyhában, és hogy összejött ez a triksát. Kíváncsi lennék azért, hogy hányadszorra volt ez felvéve. Ti amúgy hordanátok ilyen papucsot? Mert én őszintén bevallva egyáltalán nem. Bár azért ilyet nem látsz az utcán, az egyszer biztos, és rettentően egyedi leszel, de Csóri kisrác, lehetséges, hogy életének az első kirakóját rakta ki teljesen, hogy örül is neki, de hát ez az öröme csupán 2 másodpercig tartott, ameddig le nem verte. Ne! Hát hogy átvertek itt minket, és mennyire azt hittük, hogy egy tengerparton vagyunk, hát na, valakivel ő szórakozott, és hát az a valaki eléggé kemény legény volt. És így végezte. Teljesen normális lehet az a környéken. Milyen motorcsónak volt ez? Ő pedig csak ott csillezik. Úgy volt vele, hogy nehogy már sétáljon ennyit, inkább ott kapaszkodik. Na, mit fogsz te nekünk tanítani? Nagyon nem ugyanakkor az a két labda. Mi ez a videó? És miért? Rendes, bár azt hiszem, hogy valami nagyon komoly, meg informatív dolgot fog nekünk bemutatni, erre pedig csak szétdarálja az asztalát. Embert még én ennyire megijedni macskától életemben nem láttam, de szerencsére most ez is bekövetkezett. De az emberünk hogy örült ennek az ébresztőnek? Ő csak úgy random oda ment egy idegenhez, és megpuszilta a ablakát. Jó amúgy, hogy reflexből nem adott neked egy állast, vagy valamit. Na? Azt a mindenit! Hát hova tűnt? Ez varázslat?
nem is pislog az emberünk meg semmi. Azért ez is tehetség kell, nem csupán ezekhez a komoly varázstrükkökhöz. De szegény macskák, hát rendes sajnálom őket. Oda rakta pu... Ja, hogy ő ott áll. És nem veszi észre, hogy nagyon is megy rá folyamatosan a szappan vagy hab. Aha, az ilyen készfertőtlenítő lehet. De értitek, az emberünk ahelyett, hogy szólna neki, mit csinál? Hát videózza, persze, hogy videózza. És tudjátok, majd amikor már az összes készfertőtlenítő rajta van, szól, hogy amúgy figyú, rád ment egy kicsike. Kezdjük ott, hogy neked mégis miért van egy ilyen lámpád az otthonodban. Mert ahogy látom, ez valami szálláshely lehet. Ahol most érkeztek meg, ő pedig már egyből nyomatja is a táncot. Hát azt nagyon is ki kell majd fizetnetek, az egyszer biztos. Hát ilyen aranyos kukát én is szeretnék. Milyen kis édesen elfogyasztotta. Csak kinek köpjem a vizet, amikor iszok. Azért is félek amúgy ilyen videók közben inni mindig. Hogy mi? Ez a kutya rendes parán néz ki. Elsőre ilyen kis aranyosnak tűnhetne ez a videó, de ahogy így tovább nézzük, tisztán olyan, mintha valami szörny lenne. De Csóri, hogy elcsúszott? És rendes kellemetlenül is érezte magát meg minden. De figyelj, bajnok, mindenkivel előfordul ez. Ezért ne érezd magad rosszul. Milyen motor ez? Rakott valamit a kereke alá? Vagy mégis, hogyan ment a vizen? Oda van nekünk írva a figyelmeztetés, hogy ezt sohasem próbált ki otthon. Kezdem érteni, hogy mégis miért ne. Tudjátok, elmegy az asszony otthonról, a férj pedig küldi a feleségének a videót, hogy nyugi, jól vannak a gyerekek és nincsen semmi baj. Aha. Hát ilyenek ezek a férfiak, látjátok. De ahogy látom, a kisrác nagyon is élvezte. Hát ezután nem hinném, hogy majd nyugodt szívvel máskor is otthon meri hagyni a gyerekeket az apjukkal. Most konkrétan egy úszóverseny kellős közepe van, és így megjelentek ezek a kacsák. Hát ők nyertek szerintem. De ilyenkor mi van? Leállítják az egész versenyt és újra kezdik. De milyen kis csillesen elúszkálnak ott. Lehetséges, hogy a legesélytelenebb csapat megbundázta ezt az egészet, és ő vitte oda azokat az állatokat. Várjatok már, én most fogtam fel, hogy itt mégis mi van. Ez mégis hogyan sikerült, főnök? És hogy élvezi videózni? Most vajon tényleg a házba ment, vagy pedig a házat építették a kocsi köré? És milyen kis lelkesen hozza. Én most ezzel szeretnék játszani, hát súlyban lehetséges, hogy nehezebb voltam, mint a kutya. Először amúgy messziről, és simán elhittem volna, hogy egy diáklány ez a kis majom. Na jó! Ez a legeslegdurvább lopás amúgy. Meddig gondolkozhattak ezen? Szerintem a kutyát eléggé zavarhatja ez a macska. És hogy megijedt tőle? És milyen szemekkel nézi? Na, megoldja az emberünk. Nagyon is megoldja. Hát figyeljetek, ott van az a jégcsapás tetején, vagy ott van? Na látjátok, hogy már nincsen ott? Ő megoldotta. Most az, hogy egy kicsikét bedaráltad a házadat, az már csupán járulékos veszteség volt. Pedig itt is amúgy a terv az teljesen hibátlan volt. Ne! És van rajta egy búvár szemüveg? Egyen meg! Hát mennyire élvezi? Na mi az a gép? Ja, hogy a mosógép így elkezd táncolni, azaz nyomod! Hát látjátok, ezért kellem rögzíteni folyamatosan a mosógépeket. Fú, de félnék én a helyükben. Mi van akkor, hogyha neked megy és felborít titeket? Azért, ahogy néztem, ők is le voltak fagyva. Na de, neked mégis mi van a kültéri grilleződve? Mennyire random ez? Egyből hívhattad is bárám rágcsálóirtókat, és hogy beloptám? Azt a nasit. Hát előző életében ez a macska fixen egy kapus volt. Ajjaj, már most félek, hogy mi lesz itt, amikor kihívod a legolcsóbb szakembert
aztán miközben végzi a munkáját, rájössz, hogy mégis miért volt olyan olcsó. Hát ezért professzionális eszközökkel dolgozik, ugye? Hogy? Hát vízen megy ez a kocsi? Na, meg is érkeztünk akkor ahhoz a pizzához, amelyik bizony életre kelt és megpróbált minket megharapni, de te vízzel locsolod a pizzát és nyomatja nekünk, hogy rendelt egy pizzát, de valami vele nagyon is fura volt. Hát azt meghiszem, de ez animáció? Vagy hogyan ez megcsinálva? CGI az egész? És hogy locsolja vízzel? Azt hiszi, hogy majd érni fog az valamit. Figyelj, hogyha ez a pizza téged be akar darálni, akkor be fog darálni. Hát nézzétek meg, hogy milyen fogai vannak! Ha az elkapja a kezedet, ott kőkövön nem marad. Na, itt pedig mit kell nézni? Ne! Mi ez, ha nem 200 IQ? Ő visszaszerezte az okniát nagyon is. Ez a tag pedig már... nagyon is 2100-ban él. Hát nézzétek meg, ráadásul ott van még neki 2 telefonja, nem elég a Vision Pro. Ne! És add neki egy óriási nyalókát. És mennyire okos! Már fogja is a kis mancsaiban, és eszi is. Kiderülne, hogy igazából egy művész. Szerintem alapíts egy zenekart, én azt tanácsolom neked. Hívd az állat spanyaidat! És akkor már nyomadhatjátok is. Én biztos, hogy elmennék a koncertetekre. De szegény! Még az a szerencs, hogy észrevették, és nem pedig ott lógott hosszas percekig. Bár ki tudja, hogy mekkora vágás van itt. És hogy ténylegesen való időben meddig volt ott. Hát ő megtalálta életének a botját. De hát vannak bajok ám itt a logisztikával, na? Össze fog az jönni, és megoldod! Sikeresen át tudod vinni, de a gazd is mennyire galát, hogy lehet, hogy segítene neki, és hazavinnék azt a botot, és feldobná az állatjának az egész életét. Nem, inkább videózza, hogy csóri állatkája mennyire szív vele. Na, elkapta? Nagyon is elkapta. Ő egy igazi hős. Ezen a metrón az összes nőt egy ilyen teljesítmény után megkaphatnád, uram. De te szerény vagy, és nem élsz vissza vele. Megmaradtál önmagad. Amikor is lusta vagy, és nem szeretnél füvet nyírni, hát megoldod így. Persze, hogy megoldod, hát többet ésszel, mint erővel. Erre mondanák. Az emberünk pedig csak ott van a hintágyon. Nehogy felszívd, vagy elfújt! És szinte sörözget is. De Csóri, miért kell bántani? Nem is ért, hogy mégis mi van itt? Tornádó? De milyen kis pici. Hát lehetséges, hogy még egy... Kihalasítsen! Az emberünk mindent megtett a hazáért, és megpróbált eloltani a tüzet, csak hát nem gondolta át ezt az egészet. De ő vajon komolyan azt hitte, hogy majd ez most működni fog? Hát nagyon úgy fest, hogy azt hitte. Hát ezért kapni fogsz, az egyszer biztos. De hogyha bevallod és nem próbálod meg eltitkolni, lehetséges, hogy nem olyan durva büntetést. Na ez meg mégis hogyan jött össze? Hogyha nagyon akarnám, sem tudnám ezt beadni. Na, mit csinál ez a medve? Elveszi tőle a lapátot és inkább ő ellapátolja a havat helyette, vagy mégis... Amikor azt idéd, hogy csak hátul lesz elrontva a haja, de hát megfordul az emberünk. Hát nekem fájt ez videón keresztül. Miért nevetünk? Mi történt vele? Valaki van ott? De ne! Szegény! Pedig biztos elől csak nem volt hely, ezért őt hátra rakták, de hát sajnálatos módon. Csupa festékes lett. Azt hittem először, hogy egy társuk éppen végzi a dolgát és meg akarják szivatni, de hogyan férnek annyian be egy toj-tojba? Én szeretném azt hinni, hogy ez valami átalakított WC lett, és igazából az összes szinte egybe van nyitva, ugyanis máshogy
eléggé nehezen tudnám elképzelni, hogy több mint 10 befélnek egy olyan kis helyre. Aztán ki tudja, lehetséges, hogy ezt tanulták a katonaságban. Na de itt is van remek alkalom, hogy lezárjuk ezt a videót. Nagyon remélem, hogy bejött nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Kérlek, oda is iratkozzatok fel, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!